Az Esztergom budapesti főegyházmegye védőszentje, Szent Adalbert püspök vértanú ünnepe egyben a plébánián végzett, elkötelezett munkát elismerő Szent Adalbert díjak átadásának alkalma is. Az ünnepi szentmisét Mohos Gábor püspök mutatta be április 24-én az esztergomi bazilikában. A díjban többek között Barta Angéla szociális testvér is részesült, aki televíziónkban péntekenként mondja el gondolatait a napi evangéliumból. Az idén 20 éves Paskai László bíboros alapította díj odaítélésével, azoknak mond köszönetet a főegyházmegye, akik az egyházi szervezetekben, plébániákon, missziós közösségekben aktív jelenlétükkel és szolgálatukkal segítik papjaink egyházépítő munkáját. Messzemenőleg nem csak a plébániai élet, mert ugye más plébániákon, tehát Újpesten is voltam, képviselőtestület, hitoktattam, hanem az egyház egyéb területén is sokat szolgáltam, a karizmatikus megújulásban is, a közösségépítésben, mindenféle evangelizációs lelki gyakorlatokban, és hozzá kell tenni, hogy az egyházmegyében van egy speciális új szolgálat, ami a városmissziós napokat jelenti. Ez is már 5. éve folyik. Ennek aktív tagja vagyok, illetve most már szervezője, felelőse. A járvány miatt idén szűk körben zajlott az ünneplés, a kitüntetettek és hozzátartozóik lehettek jelen az esztergomi bazilikában.